Titokban bűnbarlang volt a kisújszállási barbershop. A drogot a borbi üzletben és egy bérelt garázsban rejtette el a fodrász, aki dílerkedett is a hajnyírás mellett. Több csomag különböző típusú kábítószert, a porciózásához használt eszközöket, csomagoló anyagokat találtak nála a nyomozók. Az előre kiporciózott adagokat az üzletek során alsónadrágjába vagy a nők melltartójába rejtett el. Az illegális üzletet tavasz óta működtette a család. Nyilván azt nem fogják elmondani, amikor az engedélyt kéri, hogy, hogy milyen tevékenység folyik, még azon kívül ott, amire kéri, és hát nagyon szomorú, hogy az iskola közelébe. Volt, hogy fogyasztóknak adtak el a kábítószerből, de jó néhány terjesztővel is kapcsolatban álltak. A bevételekből rövid idő alatt komoly vagyonra tett szert, új házat vettek és drága autókra tettek szert. Szeptember 27-én fogták el őket. Lefoglaltak tőlük 5,5 millió forintot, két gáz és riasztó fegyvert, továbbá két nagyértékű személygépkocsit. A 24 éves férfit, a 23 éves feleségét, a 41 éves anyósát, valamint a 22 éves szeretőjét is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem ügyében. A bíróság a házaspárt letartóztatta, a másik két nőt bűnügyi felügyelet alá helyezte.